teljes körűen átadásra kerüljön maga a biztosítási kockázat. Ennek függvényében különböztetjük majd meg a részleges, illetve a teljes körű biztosítás fedezet átadását. Teljes körülről már egyébként korábban volt szó akkor, amikor a biztosító egyesületekről beszéltem. Biztosító egyesületek esetében a kockázatok tekintetében legalább 10%-át meg kell tartania a hazai, 90%-ot adhatja csak tovább viszont biztosítási kockázatban. Ez a 90%-os továbbadás azt jelenti, hogy a fronting jellegű 100%-os kockázatátadás nem történhet meg a biztosító egyesületek esetében. Ez a bruttó biztosítási díj az a díjtömeg, amit az ügyfelek a biztosítók részére be fognak fizetni. Tulajdonképpen ez az az érték, ami a csekken, díjbekérőn vagy számlán megjelenik akkor, amikor a ügyfelek megkapják azt a díjértesítőt, hogy az ő adott gyakoriságnak megfelelő biztosítási díjuk mekkora nagyságú lesz. Ez a bruttó biztosítási díj egyrészt áll magából a biztosítási díjból, vagy az általa alkalmazott, megbízott biztosítást közvetítést végző természetes személyekről, a közvetítési tevékenységgel összefüggően dolgozó, gazdálkodó szervezetek által megbízott közvetítőkről, a biztosítás közvetítőknek belső nyilvántartást kell vezetni. Ennek a belső nyilvántartásnak az a feladata, hogy a biztosítás közvetítőket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, hogy a biztosítás közvetítőkkel közvetlen kapcsolatban álló vállalkozások, legyen szó többes ügynökről vagy biztosítási alkuszról, egy olyan belső nyilvántartási kötelezettségük van, ahol az ő általuk foglalkoztatott közvetítőket a meghatározott információk alapján nyilvántartásba kell vezetni. Itt vannak a jegyzőkönyvek.